A Tamási Béri Balog Ádám katolikus gimnázium, általános iskola és óvoda 530 fő feletti tanulói létszámmal kezdte meg a 2022-2023-as tanévet. A gimnáziumba és az általános iskolába 98 új diák, az óvodába pedig több mint 20 kis csoportos gyermek érkezett. Az évnyitó ünnepségre a gimnázium aulájában került sor. Több korosztályt ölelünk fel. Nem is tudott mindenki itt lenni a tanévnyitán, hiszen az óvodásaink egy külön intézményegységben már bőven benne vannak a tanévben. Viszont itt voltak általános iskola alsó tagozatosaink, sőt általános iskola felsőből, most már hatodikosaink is vannak. Két év múlva elérjük a 8 osztályt, a gimnáziumban pedig 14 osztállyal kezdjük meg ezt a tanévet. Kiemelném a mostani elsősöket, akiknek tanítónénieik már a tavalyi év során, amikor még óvodások voltak a gyermekek, nagyon sok programot szerveztek, gyakorlatilag az előző évben 5-6 alkalommal is különböző foglalkozásokon, készségfejlesztő programokon, szórakoztató programokon, ők már voltak együtt, tanítónénikkel együtt, úgyhogy biztos, hogy már nem ismeretlenek egymás számára. A nagyobbak, akik ötödikesek lesznek, egyrészt nagyon sokan osztálytársak voltak a katolikus alsó tagozatunk negyedik osztályában, másrészt pedig múlt héten voltak ismerkedési napok, ahol mind az ötödik osztályosok, mind az új kilencedik osztályosok együtt lehettek és együtt hangolódhattak rá a tanévre. Ez a tanév, hadd emeljem ki, hogy a Béri év jegyében fog telni, hiszen idén 75 éves a gimnázium, és gyakorlatilag ezt méltóképpen szeretnénk ebben az évben megünnepelni. A gimis diákok közül akadnak olyanok, akik az előző évek munkájának köszönhetően egy kis könnyebbséggel kezdik az idei tanévet. A tavalyi év végén érettségiztem nyelvből és informatikából. Idén nem tervezek semmiből érettségizni, nyelvvizsgát is már letettem. Most a második nyelvemre fókuszálok, ami pedig az angol, és 12. év végén fogok érettségizni majd. A Tamási Vürc Ádám általános iskola és alapfokú művészeti iskolában 30 tanulócsoporttal, közülük 4 első osztállyal indította el a tanévet az intézmény, ahol tanszercsomagban részesültek a rászorulók. Évek óta az RSTOP program keretében van az ingyenes tanszerosztás. Füzetcsomagokat, tanulásihoz szükséges segédanyagokat kapnak azok a tanulók, akik 2H-s vagy 3H-s besorolással rendelkeznek. Ez az anyagi helyzetüktől függően az önkormányzat állapítja meg, gyermekvédelmi határozatot adnak ki, és mi az alapján adhatjuk át. Az előző tanév végén néhány kollégám jelezte, hogy családi ok miatt elköltöznek Tamásiból. Ezt én megértettem, ennek köszönhetően folyamatosan hirdettük az állást. Most is még hirdetek tanítóállást, de zökkenőmentesen el tudjuk kezdeni a tanévet, mert vettem is föl új kollégákat. A diákok láthatóan boldogan indultak neki a tanévnek az általános iskolában is, amit nyári élménybeszámolókkal indítottak. Arra vártam, hogy a gyerekekkel, barátokkal találkozhassak. A nyári szünetem jó volt, mivel országos horgászversenyen voltam, és ötödikes vagyok. A Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskolájában is zökkenőmentesen indult az idei tanév, ahol a diákok egy projekthéttel kezdték a szeptembert. Közel 370 tanulói jogviszonyos, illetve felnőtt képzési jogviszonnyal rendelkező képzésben résztvevő személlyel indítottuk ezt a tanévet. Szeptember 1-én a tanév nyitott követően a közösségépítésé, az osztályközösség formálásé volt a csütörtöki és a pénteki nap, illetve a tavaly bevezetésre került iskolafoglaló napokat kezdtük szeptember 5-én, amelyet ágazatonként tartunk a jelen tanévben is, tehát készülni fog külön az építőipar, a gépészet, a kereskedelem, a turizmus, vendéglátás, és szerencsére tudtunk technikumban, informatika és távközlés ágazatban is osztályt indítani, ők is készítik a projekttermékeket, ugyanis szeptember 8-án reggel 9 óra 30-tól kerül sor itt az aulába az iskolafoglaló rendezvényünk zárásaként a
nagy rendezvényre, amikor is az aula egy nagy színpaddá alakul, és a nálunk tanulható szakmákból nyerhetnek majd betekintést a meghívott 7. és 8. általános iskolai diákok. A projekt hétnek köszönhetően a diákok a többi szakágon folyó munkába is betekintést nyernek majd. 9-eseknek az átmenetét, mármint az általános iskolából a középiskolával való átmenetüket segítsük, és hát jó hangulattal megalapozzuk a jelen tanévet, és nem utolsó sorba, hogy mindenki betekintést nyerhessen, ne csak abba a szakmába, amit ő választott, hanem arról is legyen tudomása, hogy párhuzamosan milyen ágazati szakmai oktatás sok folynak itt nálunk a Vályban. Én azt gondolom, hogy ez egy örömteli esemény, mindenki örül, hiszen a konkrét tanulás az majd csak a tankönyves vagy egyéb digitális eszközös tanulás csak szeptember 12-én kezdődik meg. Az idei tanév 2023. június 15-éig tart majd, addig dolgozhatnak a diákok azon, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból.